Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt a tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek itt a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. A két asszony őről a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Virrasztatok tehát, mert nem tudhatják, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, ha a házgazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, felvirrasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Amen. Kedves testvérek! Sivatagi atyáknak az egyik leírásában szerepel a következő történet. Egyszer egy remetéhez elment egy fiatal ember, és azzal a kérdéssel állított be a remetéhez, hogy remete, mondd meg nekem, mit tegyek ahhoz, hogy minél hamarabb az Isten szín elé jussak. Remete kicsit gondolkodott, majd így válaszol, egyélnek egyet ezekről a bombákról. A fiatal ember megbotránkozott a remete válaszán, és így szólt hozzá, no de hát ezek gyilkos galózák, ezekből egyik meg egyet. Mire a remete, pontosan, ki mondta ugyanis neked, hogy téged minél hamarabb szeretne látni maga előtt az Isten? Kedves testvérek, advent első vasárnapján egy picikét úgy vagyunk mi is, mint a fiatal ember, aki minél hamarabb szeretne ott lenni a karácsony titkánál, a karácsony meghitt Isten közelségében, és azt várjuk, azt sürgetjük a világ furcsa jelvezetében, hogy minél hamarabb karácsony varázsoljunk már az adventi időben is, a lakásunkban, a városunkban, a környezetünkben. És egy kérdést elfelejtünk föltenni, vajon mit szeretne az Isten? Mit akar az Isten? Akarja-e vajon az Isten, hogy mi ilyen hamar karácsony ünnepeljünk minden előkészület nélkül? Jézus a mai evangéliumban egy különleges dolgot fejteget tovább, ami Máté evangéliumának előző verseiben olvasható, hogy tudnék, az emberi tózódásban, elnehezült szívben kihűl a szeretet. És ennek az emberi szívnek szeretném értésére adni Jézus Noé példáján keresztül, hogyan tudja az ember ébren tartani szívében az Isten iránti szeretetet.
éven tartani szívünkben az Isten érkezése után vágyoló szeretetet. Nyilván nem úgy, hogy idő előtt karácsonyi fényába öltöztetünk mindent. És nyilván úgy sem, hogy nem törődve a világnak irreálisan korán elkezdett karácsonyozásával végül is mindannyian belezuhanunk a karácsony ünnepi éjszakájába, amelynek előkészülete legfeljebb a vásárlási láz volt, semmit a lelkünkben komolyan Jézussal való találkozásra való előkészület. Noé napjaiban sem volt más az ember. Élte minden napját úgy, minthogyha azon a napon múlt volna minden elvilági siker, vagy éppen győzelem. És amikor reájuk szakadt az özönvíz, akkor elsodorta mindennapi céljainkkal, megvalósított álmainkkal, terveinkkel együtt őket az Isten. A várakozásnak az első mozzanata, hogy az ember fölülemelkedik a hétköznapok rohanásán, fölülemelkedik a megszokott dolgok mókus keretén. És miután az ember elszakad a mindennapi élet önmagában visszatérő kérlelhetetlen törvényeitől, és kicsit kinyitja a szívét az érkező Isten titkai iránt, aközben szépen lassan megtanul elcsöndesedni, és nem valamire, hanem igazán valakire, az érkező valakire várni. Ehhez azonban időre van szükség. Pontosan annyira, amelyet a Gyülekezetegyházunk az egyházi év első lélegzetvételével ebben a négy hétben, szűk négy hétben rendelkezésünkre bocsájt. Ez a szent idő, amely előttünk van, kétség kívül beragyogott már Jézus Krisztus érkezésének örömfényével, de az is kétség kívüli tény, hogy számos feladat vár ránk, amit elsősorban lelkünkkel törődve kell elvégeznünk, mindaddig, amíg a karácsony misztériumába léphetünk. Mert bármennyire is rendelkezésünkre áll az idő, az Isten napja, az ünnep napja a készületlen ember számára tolvaj módjára érkezik el, és elveszi az emberből mindazt, amit csak pillanatnyi örömben keres a karácsony titkában. De aki mélyre szán, és a személyesen érkező Istennel akar találkozni, annak megalapozza a karácsony nem csak az előtte álló egyházi évet, hanem valahol egész életét is, mely szüntelenül Krisztushoz való növekedés hivatott lenni. És akkor bármikor is érkezik el az örök bíró, és bármikor is kell az embernek az Isten színe elé állni, bármennyire is legyen olyan óra, amelyre az ember nem is gondolta volna, mégis készen talál bennünket, készen arra a találkozásra, amely találkozásra az igazi örömöt, az igazi békességet szeretné átadni nekünk az Isten. Így készülünk Advent Istentől meghívott idejében, nem a magunk erejéből, hanem az Isten kegyelméből, aki részese, útitársa és életünk szoros barátja lett, és elköteleződött mellettünk.
ne céltalanul, hanem az Isten felé törekvésünk útján tegyél.